Templomnak az udvarán vagyunk, és 5 évvel ezelőtt vertük fel először ezt a kószerált ide ennek az udvarnak a közepére. És miközben itt most hallgattam végig a produkciót, vagy néztem a produkciót, egy picit elszorult a szívem akkor, amikor a harang elkezdett zúgni, talán 8 órakor. Pont akkor voltunk egy nagyon durva, egy nagyon erős, nagyon verbálisan erős jelenetben. Picit fájt is nekem. És aztán volt időm utána még gondolkodni, hogy mit hozott az én életembe az, hogy egy ilyen színházat pont egy templom udvarán vertünk föl. Különböző dolgok miatt járnak az emberek a templomba, meg jönnek be a templom udvarba. Ez a sátor 5 évvel ezelőtt a Szomor Gyurival egy egészen újfajta hitet tanított meg nekem. Megtanította hinni, hogy olyan dolgokba is merjek hinni, amikbe előtte nem hittem. Merjek hinni egy műfajba, amit előtte nem szerettem. Merjek hitet adni olyan fiatal embereknek, akik előtte még nem voltak színpadon. Merjek hinni olyan csapatokba, akikkel korábban még nem dolgoztunk együtt. Ezeket a hiteket a Szomor Gyuri adta meg nekem. Milyen érdekes, hogy pont egy templom udvarán adta meg nekem ezt a fajta hitet. Én ezen gondolkodtam a második felvonás alatt, és én most ezt neki megköszönöm. Köszönöm a hitet. Köszönöm. Ha a köszöneteknél tartunk, akkor én nekem valami hasonlót kell megköszönöm a Péternek, és nem azért, mert ő megköszönte nekem, hanem azért, mert amikor a cirkus sátorban ugye legelőször az Ajda volt, ez volt az első előadás annak idején, és akkor engem nem ismert, mint rendezőt, nem nagyon tudta az én munkásságomat, hiszen az volt az első darabom, és ő azt mondta, hogy itt van egy születendő új templom, itt a templom udvarán, és hát akkor gyere is csináld meg ezt a darabot, ami aztán végül is egy sikeres vállalkozás volt, de egyáltalán nem lehetett ebben biztos az ember, és én meg ezt szeretném neked megköszönni, és azokat a lehetőségeket, amit adtál nekem, nekünk, mi meg megpróbáljuk meghálálni, és nektek is nagyon-nagyon szépen köszönöm a munkát. Elmondtam már egy párszor, nem tudom elégszer elmondani, hogy nagyon jó veletek dolgozni, nagyon szeretek veletek dolgozni, annak ellenére, hogy időnként kijövök a sodromból, de az csak azért van, mert nem szedek magnézium B. És holnaptól azt is szedek, és mindig csak mosolyogni fogok, és nem leszek ideges, mint ahogy általában azért nem szoktam, csak nagyon-nagyon ritkán. Még egyszer köszönöm nektek a munkát, mert hatalmasat dolgoztatok, és azt gondolom, hogy egy taps elejéig azoknak az embereknek is meg kell köszönnünk, akiknek nagyon kevés idejük volt felkészülni, segítettek nekünk, és azt gondolom, hogy kisebb zökkenők ellenére majdnem, hogy észre sem vettük, hogy ezt nem mondjuk 2 hétig próbáltuk, hanem 2 napig. Köszönöm szépen az összes műszaki kollégának és az összes embernek, aki segítségünkre volt a mai előadásban. Szerintem meg... Ne
Menjünk sorba, egy nagy tapsot küldjünk a RAM dolgozóinak és a Jókai Színház dolgozóinak, akik nincsenek itt, de végig segítették a produkció létrehozását. Szia Román Sanyi, a Ramosoknak és Román Sanyinak egy nagy tapsot! Nagyon csöndben próbálunk lenni és hallgatunk téged. Tied a szó. Muszáj fordítani, mert nem hallják. Röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy bíztam bennetek. Még egyszer? Semmi dolgom nem volt, mert tehetséges emberek vettek körül. Mindent megcsináltak helyettem, így szeretek dolgozni. Így szeretek. Hallották? A tapsa Tied Sándor, várunk szombaton! Egy nagy taps azoknak, akik a Jókai Színház oldaláról csinálták végig az egész történetet. Hajrá, színészek! Egy nagy taps a táncosoknak! Egy nagy taps a műszaknak, fény, hang, ügyelő, jelmez, smink, öltöztető, kellék! Ugye nem hagytam ki semmit. Szerintem senkit. A pap Janó, aki nincs most itt, de azért nem vagyunk mesztelenek, mert van a pap Janó, meg az Árpi. Habár most egy kicsit elkezdtem rátok haragudni, hogy erre rájöttem. Mármint, hogy nem vagyunk mesztelenek. A Tominak esetleg legelőször, oké. Barátaim, kocincsunk, aztán menjünk át a büfébe, ott bulizzunk, csináljuk végig ezt a hetet. Szombaton nagyon sok szeretettel várok mindenkit a díszbemutatóra. Nagyon nagy szívvel mondom, hogy érezzétek jó magatokat abban a két hétben, amíg itt vagytok. A Román azt mondta, hogy itt kell pihennetek, mert utána szét lesztek csavarva egész nyáron. Hajrá, Békés Csaba, köszönjük, hogy itt vagytok, fiamtok!